Csak nem 3000-en búcsúztak attól a rendőrtől, akit a román határ közelében Apátfalván egy Hammer terepjáró gázolt halálra. Kenéz Imrétől posztumusz hadnagyot motoros rendőrök és civil motorosok mellett Pintér Sándor belügyminiszter és az országos rendőrfőkapitány búcsúztatta. A fiatal rendőr 34 éves volt. Koszorúkkal érkeznek a kollégák és a hozzátartozók a szegedi temetőhöz. A lezárt útra csak a szertartásra érkezőket engedték be. Az ország minden pontjáról összesen 60 motoros rendőr érkezett azért, hogy végső búcsút vegyen Kenéz Imrétől. Némán tisztágő tömeg a ravatal előtt. A temetésen részt vett Pintér Sándor belügyminiszter, Hatala József országos rendőrfőkapitány, a megyei rendőrfőkapitányságok vezetői, és részvétüket fejezték ki a román és a szerb rendőrség képviselői is. A rendőrség nevében Szilágyi Róbert rendészeti igazgató búcsúzott. Imi, elmentél a minden halandó útján, esküdhöz híven életedet áldoztat a hazáért, az állampolgárok biztonságáért. Munkád, szellemed, magyarságod, hited és emberi karaktered azonban köztünk marad, és emlékezetünkben tovább él. Köszönjük, hogy a munkatársai lehetünk. Mindvagy békében. A 34 évesen hősi halált halt Kenéz Imrét a temető díszsírhelyén katonai tiszteletadás mellett temették el. Kenéz Imre és kollégája gyorshajtás miatt állította meg a 4 tagú terepjárós konvojt, amelynek az első tagja igazoltatás után induláskor ráhúzta kocsiját az intézkedő rendőrre, majd menekülni próbált. Ezután akarták újra megállítani a hammereseket. Kenéz Imre megelőzte őket. Leszállt a motorjáról és úgy akarta feltartóztatni a kocsi karavánt. Az előlévő autós először úgy tett, mintha meg akarna állni, majd hirtelen gázt adott és hideg vérrel áthajtott a rendőrön. A fiatal rendőrnek olyan súlyos sérülései voltak, hogy a gyors orvosi segítség ellenére a mentőhelikopterben meghalt.